a legerősebb bajnokságban játszanak. Napi két edzésen készül az NB1-be jutott Budaörsi Kézilabda Klub női csapata a szeptemberben induló szezonra. A földszint akadálymentes, az emelet még nem. Rámpa épült a lakótelepi közösségi házhoz. Excel guru. Az IES Gimnázium volt diákja, a legjobb 10 közé jutott a Microsoft Office verseny országos fordulójában. És életre szóló élmények a csiki pihenőkert táboraiban. Indiana Jones vezette az ősrégész ásatást. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! Elkezdte NB1-es felkészülő edzéseit a Budaörsi Kézilabda Klub női csapata. A szeptemberben induló szezon talán az egyik legnehezebb, ugyanakkor viszont a legfelszabadultabb éve lehet a lányoknak, hiszen nincs eredménykényszer. Mivel a Kézilabda Szövetség megemelte az NB1-ben induló létszámot, a csapat akkor sem tud kiesni, ha az utolsó helyen végez. Ennek ellenére nem bíznak semmit a véletlenre, napi két edzéssel készülnek. Ez lesz talán a klub életében az egyik legfontosabb, és remélem, hogy a legfelszabadultabb évünk, ugyanis semmilyen elvárás nincsen a csapattól eredmény tekintetében. Pusztán azok a régi Budaörsön evidenciába menő elvárásaink vannak, miszerint mindenki küzdjön éjjel-nappal a pályán és a pályán kívül, és tényleg, ha kell, akkor halljatok meg a pályán azért, hogy minél jobb eredményt érjetek el, de semmilyen eredménykényszer nincsen. Mindenkitől azt várjuk, hogy tisztességgel, becsülettel dolgozzon, és miután megemeli a Kézilabda Szövetség a következő szezonban az NB1-es indulói létszámot, így hiába lennénk utolsók véletlenül, akkor sem nagyon tudnánk kiesni. A legrosszabb forgatókönyv szerint az NB1-B második helyezettjével kell egy osztályozót játszani jövő nyáron. Úgyhogy ugyanakkor az is felmerült, hogy még ez se kell, hanem biztosan mindenki bent marad. Ezt még a szövetség nem tudta eldönteni. Így viszont a lányoknak egy év áll a rendelkezésére ahhoz, hogy teljesen felzárkózzanak a magyar NB1 tempójához. Ezt követően akár már elvárásokat is megfogalmazhat a szakmai vezetés. Ez egy óriási pillanat számomra. A világ legerősebb bajnokságában fogtok a jövő évben játszani. Ezért mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy szomorú szemeket, lógórokat nem szeretnék látni. Mindenkitől mindig mosolyt követelek, hiszen ez egy óriási dolog. Az ünnepélyes gondolatok után azonnal munkához is láttak a lányok, és egy alapos bemelegítés után elindulhatott az első bemelegítő edzés. Az első edzésnek egyetlen célja lesz, hogy ismét belakjuk a sportcsarnokot, és igaz az érdemi munkaholaptól kezdődik. Napi két edzéssel fogunk készülni az első három hétben, majdnem végig, ahol azt gondolom, hogy egy nagyon komoly erőállóképességi és gyorsági fejlődésen kell áttenni a játékosainak. Onnantól kezdődnek a tiét meccsek, és kicsit nagyobb hangsúlyt kap már a taktikai és a technikai képzés, de mondom itt az eleje most elsősorban még a fizikai részről szól. Általában a labda mikor jelenik meg? Már úgy érte, hogy a kézilabda, hogy jól tudom, most focizni fognak a lányok. Így van, holnap. Holnap már lesz. Híve vagyunk a vegyes felkészülésnek, tehát mi az elejétől fogunk labdával készülni. Az a szerencsénk, hogy az egy óriás előnyünk, hogy a csapatnak a 90%-a együtt maradt, tehát igazából tudunk egy folyamat, egy munkát folytatni, amit már tavaly és tavalyot elkezdtünk, és egy-két játékos lesz, akinek be kell épülnie, azon megy egy szerencsés dolog. Viszont ennek a csapatnak globálisan nagyon-nagyon komoly kihívás lesz a tartós NB1-es tempó játéka. Erre törekszünk, hogy ezt már a felkészülési időszakban is tudjuk modellezni, akár edzésen, akár tesztmérkőzéseken, és hát ezért fogunk elég sokat dolgozni. Arányaiban hogy oszlik meg az erőllét és a technika? Alapvetően mondom, hogy az első részben erőléti képzésen lesz hangsúly, és ahogy megyünk a bajnokság felé, úgy lesznek egyre dinamikusabbak az edzések, egyre több labda, illetve egyre taktikai szempontból is egyre többet fogunk foglalkozni már a csapat karakternek megfelelő taktika begyakorlásával.
A Siófok KC csapatától érkeztem, mivel oda még egy világklasszis beállott igazolt a csapat, és a több játék lehetőség érdekében úgy döntöttem, hogy Budaörsre teszem át a székhelyemet. Mindenképpen nekem is ez egy kihívás, hiszen egy feljutó csapatról van szó, de próbálok segíteni nekik majd, hogyha tudok, és mindenképpen egy jó idényt szeretnék produkálni. Miben tudod őket erősíteni, hiszen ők egy egészen más tempót szoktatta meg, azért egy kicsit benne voltál abba a sűrűjébe, amiben ők most be fognak kerülni. Igen, nekem ebből a szempontból ez egy előny lesz, hogy én már annyira ismerem az NB1-es iramot, és remélem, hogy ezzel tudom is segíteni a csajokat is. Hogyan látod az esélyeiket, mennyire tudnak fölzárkózni? Én úgy gondolom, hogy nem feltett kézzel fogunk minden meccsnek nekiállni, és tisztes helytállás fogunk minden meccsen elérni. Ismerjük Attila edzés módszereit. Eddig tudtuk, hogy kb. Mire számítsunk a felkészülés során, szerintem nagyjából ugyanezeket a dolgokat hajtjuk végre, de nyilván többet fogunk edzeni, és nagyobb iramot kell diktálni edzésen is. Hogy érzed, mennyire tudtok gyorsulni? Mindenki azon lesz, hogy felvegye az első osztály tempóját. A lelkesedéssel, az akarattal biztos vagyok benne, hogy nem lesz gond. Bár ugye komolyabb elvárások gondolom még nincsenek, de saját magatok azt mondja, mit tudtatok megfogalmazni? Beszélgettünk igen a lányokkal, hogy mire lehet majd a meccseken számítani. Szerintem az első 2-3 forduló tapasztalatszerzés lesz, és hát próbálunk felnőni folyamatosan a feladathoz. Én úgy gondolom, hogy a csapat mindent meg fog tenni azért, hogy helytálljunk. Minél több meccset meg szeretnénk nyerni, természetesen azért elég nehéz sorsunk lesz, de úgy gondolom, hogy egy jó felkészüléssel azért helyt fogunk állni. Mennyire vagytok felkészülve a fokozott terhelésre, mert jól tudom, azért az edzésszám az jelentősen növekedni fog, és sokkal többet kell dolgozni. Hát igen, jóval több edzésünk lesz, és nem is gyenge edzések, tehát azért az Attila meg fog minket izzasztani, de a nyáron már ki volt adva az egyéni program, kondi, valamint a futások is, és nem úgy jöttünk vissza természetesen a nyárból, hogy nem csináltunk egy hónapig semmit. Elég lesz szerintem ez a 8 hét felkészülés, azt hiszem igen 8 hét, úgyhogy meg lesz a fizikai felkészültség, és a mentális is természetesen. Ismerve az ellenfeleket, kiben látjátok azt, akit esetleg meg lehet fogni? Hát ott azért az MTK, ott a Békés Csaba, Debrecen, hát akik így a mezőny vége fele szerepeltek most idén, szerintem velük azért komoly küzdelmeket tudunk majd vívni, és akkor ott lehet esélyünk. Részben akadálymentes lett a lakótelepi közösségi ház. Rámpa épült a feljáró mellé, így a földszintre már be tudnak menni a kerekesszékesek és a babakocsival érkezők. De csak a földszintre, az emeletre továbbra sem lehet akadálymentesen feljutni, csak lépcsőn. Ez azt jelenti, hogy a földszinti kis szobákban rendezett kis létszámú programokon már részt tudnak venni a kerekesszékesek is, és az anyukák is könnyen behozhatják a babakocsit, ha például babamama foglalkozásra érkeznek. Igaz ezt, vagyis a babamama klubot az emeleti nagyteremben tartják, oda már nem vezette át rámpa, de legalább nem kell az esőben hagyniuk a kocsit, vagy a hónaljuk alatt felcipelni, könnyen ott hagyhatják a földszinten. Tervek vannak egyébként az emeleti lépcső kiváltására is, de valószínűleg azok nem valósulnak meg, előbb indul a közösségi ház újjáépítése. Lacik Tamás, a ma esti vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét! Az I és Volt diákja. Tegeződünk, hogyha megengedett, ha nézők is megengedik, bár most már nagykorú vagy leérettségiztél. Amikor itt jártál nem egészen egy éve, akkor azért jöttél, mert hogy Brüsszelben te képviselted Magyarországot egy ifjúsági számítás technikával foglalkozó tanácskozáson. Most pedig megnyerted, bekerültél a top 10-be a Microsoft Office Excel guru bajnokságon. Sokat gondolkodtam rajta, hogy ki lehet-e mondani azt, hogy Microsoft Office, mert hogy ez egy fizetős program, de ugyanakkor mondjuk már az iskolákban is oktatják, tehát hogy most reklámnak minősül vagy sem. Kezdjük magával ezzel a bajnoksággal és magával a programmal. Ez tehát egy mindenki által használt program, mégis egy fizetős program. Hogy látod, hogy ez elterjedt? Tényleg vannak guruk az országban, vagy csak néhányan, akik részt vettetek ezen a versenyen? Szerintem, aki valamilyen szinten számítástechnikával foglalkozik,
vagy akár számítógépet használ a munkájában, az óhatatlanul találkozik, mert annyira elterjedté vált ez a programcsalád. Vannak ennek ingyenes alternatívái, de azok nem olyan elterjedtek, mint a fizetős Microsoft Office. Ugye van magyarul is ez a program, a legtöbben magyarul használják, tehát akik lefordították, azok nyilván értenek hozzá. Ezek alapján gondolná az egyszerű ember, hogy akkor a felhasználónak csak meg kell tanulnia használni. Tényleg csak meg kell tanulni? Hát gyakorlatilag igen, tehát ez egy olyan program, amit teljesen meg lehet tanulni. Igazából nagyon sok rétű, és nagyon sok helyen lehet felhasználni. És sok időbe is telik, amíg az ember teljesen kiismeri az összes funkcióját, de abszolút megtanulható bárki számára. És szerinted vannak olyanok a rendszerfejlesztőkön kívül, akik ismerik minden funkcióját? Mert hogy mindenki azt használja, ami neki kell. Nagyon kevesen. Ebben biztos vagyok, hogy nagyon kevesen. És ez eredményezheti azt is, hogy tudom, hogy hogy kell összeadni, tudom, hogy hogy kell átlagot számolni, mondjuk a legegyszerűbb dolgokat, de azon kívül csak egy-két dolgot tudok, amire nekem szükségem van, és ha másra szükségem lenne, eszembe se jut, hogy ezt esetleg tudja a program, vagy ha eszembe jut, akkor elkezdek kutatni utána. Hát valószínű, hogy a legtöbben igazából nem is tudják, hogy milyen nagy tudása van ezeknek a programoknak, és igazából mind nap tehetnek új felfedezéseket, és olyan funkciókat találhatnak benne, amik megkönnyítik az addig több lépésben elvégzett munkájukat. Az, hogy bekerültél a top 10-be, ez azt jelenti, hogy a Magyarország 10 legjobb Excel felhasználójának az egyike vagy? Gyakorlatilag ez alapján, a verseny alapján igen, ha bár hozzá kell tenni, hogy ez a verseny kifejezetten diákoknak szólt, tehát csak ebben a korcsoportban mérheti. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy vizsgát, hogy beültetek egy terembe, számítógépek elé, kaptatok feladatokat, és aki a leggyorsabban, aki a legjobban megoldotta, az került bele a top 10-be? Két fordulója volt. Az első előválogató az interneten keresztül zajlott, ami maga egy kvíz volt. Ott egyrészt azt is nézték, hogy milyen lett az eredmény, illetve hogyha hasonló eredményt ért el két versenyző, akkor megnézték, hogy ki teljesítette gyorsabban a feladatot. És a legjobb 10-et hívták be egy második fordulóra a cég központjába, ahol már a hivatalos Microsoft Office vizsgát tettük le, és kaptunk rá egy végső pontszámot. Ugye a számítástechnikában, aki egy kicsikét is ismeri a számítógépek világát, tudja, hogy ugyanazt a feladatot számtalan módon meg lehet oldani, mégis ugyanaz a végeredmény. Talán a gépet kevéssé terheljük, talán gyorsabban kijön a végeredmény, de ugyanaz a végeredmény. Itt akkor nyilván számít az is, hogy hogyan jutsz el a végeredményig, nem? Számít, igen. Habár ezen a vizsgán azért olyan feladatokat adtak, amiknek a megoldása, aminek a megoldásához nem lehet olyan sokféleképpen eljutni. Pont azért, hogy jobban össze tudják mérni, hogy ki hogy találja meg ezeket az utakat. Mondanál egy példát, hogy mi is megértsük, hogy mi volt itt a feladat? Hát magának a vizsgának a célja az volt, hogy el kellett készíteni megadott lépések alapján egy végső dokumentumot, és egészen apró részletekig le volt írva, hogy mit hogy kell csinálni. Az is le volt írva, hogy milyen betűtípust kell használni, vagy milyen függvényeket kell használni adott cellákban a Microsoft Excelben. És mi volt a cél? Hogy beírunk valami számot, és kiír egy másik számot? Mert mondjuk az ember ezt gondolja, hogy az Excelnek ez a lényege, nem? Hát ez a legalapvetőbb, igen, de ezen kívül voltak formázási feladatok. Azt is mérték, hogy a különböző függvényeknek a használatát mennyire ismerik a versenyzők. Illetve olyan funkciókat is számon kértek, amiket esetleg nem ismer mindenki. Az is szóba jött, hogy kutatni kellett utánuk a programban, de teljesíthető volt. Ezt mondod, hogy kutatni a programban, és valóban saját tapasztalatomból is tudom, hogy sokszor kutatok a programban, de sokszor azt mondom, hogy na ez a help, tehát ez a segítség része, ez inkább felejtős, és elkezdek inkább a neten keresgélni, mert különböző fórumokon, gyakori kérdések között több és jobb információhoz jutok hozzá, mint magában a hivatalos leírásban. Ez így van nálatok is, tehát magasabb szinten is így működik ez? Én a saját példámon azt tudom mondani, hogy igen, habár a versenyen nem használtuk az internetet, és maga a súgó funkció is ki volt kapcsolva, tehát ott teljesen önerőből kellett megoldani a feladatokat. Tehát akkor extra nehezítések voltak. Igen. De ugye ennek a programnak is az a lényege, hogy ez hálózatos környezetben is tud működni. Tehát nem csak arról szól, hogy valaki odaül a gép elé, bizonyos számokat, bizonyos adatokat bevisz, és újabb adatok, újabb számok, grafikonok, bármi más megjelenik, hanem hogy ezt sok felhasználó megteheti. Sok mindenkinek kell a kapcsolatot biztosítani, és összehozni ezeket az adatokat. Ez is része volt a feladatnak, vagy ez most csak egy ilyen egygépes, egy ilyen saját magatok által megoldható feladat volt? A maga a feladat az egygépes volt, viszont még az első fordulóban, ahol a kvízt kellett kitöltenünk,
ott néhány kérdés erre a csoportmunkára is irányult, hogy hogyan működik ez ebben a programban. Most bekerültél a legjobb 10-be, mi következik ezután? Hát most a legjobb 10 között nem hirdettek végső sorrendet, csak az derült ki, hogy ki lett az első, aki képviseli majd az országot Amerikában, a világbajnokságon. Viszont mindenki, aki bejutott ebbe a 10-es csoportba, már részesül különféle nyereményekben, újságelőfizetés és ajándékok, illetve hát mindenki megszerezte ezt a Microsoft Office Specialist képesítést, ami a munkaerőpiacon is azért erővel bír. Te tovább tanulsz egyébként most, hogy leérettségiztél az IES-ben? Igen. Igen, tehát akkor egyelőre még nem lépsz a munkaerőpiacra. Én még nem. De ez akkor sokat jelent? Tehát, hogyha jelentkezel egy cégnél, és azt mondod, hogy persze ismerem a Microsoft Office rendszert, de van egy papírom is, sőt, én a legjobb 10 között vagyok, akkor ez előnyt jelent? Ez előnyt jelent, mert ez egy nemzetközileg elismert bizonyítvány, amit mi megszereztünk, és ezt a Microsoftnak a hivatalos partner cége végzi ennek a mérését. Tehát ez egy nemzetközileg elismert dolog. Számomra azért is különösen érdekes ez az eredményed, mert hogy te egy normális gimnáziumba jártál, miközben ugye vannak Magyarországon számítástechnikai szakközépiskolák, ahol kifejezetten programozást, rendszerprogramozást, hálózatépítést, hálózatszervezést tanulnak a gyerekek, és nem onnan került be, vagy nem csak onnan kerültek be a top 10-be, hanem egy hagyományos gimnáziumban is. Hogy lehet ilyen magas szintre vinni a tudást egy normál gimnáziumban? Én kifejezetten érdeklődöm az informatika iránt, ezt is szeretném majd később szakmámnak választani, úgyhogy jó részt magamat képeztem, illetve a gimnáziumban is informatikában jártam fakultációra. És egy fakultáció az megfelel annak, mint aki középiskolában kötelező tárgyként tanul különböző számítástechnikai tárgyakat? Hát bizonyos szempontból igen, de talán nem ad egy annyira erős tudást, mint egy szakiskola, viszont célja az, hogy felkészítsen az érettségére, tehát ott is a különböző irodai programokból, illetve programozásból azért sokat tanulunk. És így, hogy látod, hogy milyen tudni a számítógépet, ismerni a számítógép belsejét, és mi az, amit az iskolában tanítanak, szerinted mondjuk egy normál gimnáziumban, az IES-ben azt tanítják, amit később használtok majd a számítástechnika világában? Mert hogy sokan mondják, hogy a számítógép kezelés az mondjuk a csetelést jelenti, a játékokat jelenti, de mást igazából nem. Szerintem hasznos tudást adnak át, mert aki a munkahelyén számítógépet fog használni, és gyakorlatilag most már, hát nem akármilyen, de nagyon sok munkahelyen számítógépet kell használniuk az embereknek, azoknak ez tényleg hasznos tudás, amit itt felvehetnek magukra. Hogy kerülsz kapcsolatba az ilyen versenyekkel? Hiszen amikor legutóbb itt jártál, akkor is arról számoltunk be, hogy Brüsszelbe mentél ki és képviselted az országot. Most pedig elindultál egy ilyen versenyen. Ezt lesed? Ezt nézed, hogy hol lehet különböző nagy teljesítményeket elérni ezen a területen? Hát az igazság az, hogy ezt a versenyt nem én magam találtam, hanem a bátyám küldte át nekem, aki egy hírlevélből értesült róla, és egyből látta, hogy ez engem érdekelhetne. És hát jól is láttam, mert tényleg egyből ráharaptam a lehetőségre, és jelentkeztem. Értékelted? Tudod, hogy miért nem te lettél az első? Miért nem te lettél a legjobb? Hát ezt nem lehet tudni, mert nem közöltek végső sorrendet. Csak az derült ki, hogy ki lett az első. Illetve mindenki, tehát aki második vagy harmadik lett, az gondolom kapott értesítést, de a többiek nem tudták meg, hogy mi lett végül. Amit nem is lehet olyan könnyen eldönteni a zsűrinek, mert azon kívül, hogy volt kettő forduló, amire kaptunk egy-egy objektív pontszámot, hiszen ott a tudást mérték fel. Volt egy személyes elbeszélgetés is, ahol felmérték egyrészt a nyelvtudást, mert egy része angolul zajlott, illetve kíváncsiak voltak arra is, hogy milyen benyomást tudunk tenni a zsűrire. Tehát akkor volt benne szubjektív elem is. Igen, volt. Azt lehet tudni, hogy fiú vagy lány nyerte meg a versenyt? Ki képviseli majd Magyarországot? Egy fiú nyerte meg a versenyt. Egyébként lányok is indultak ezen? Tehát jellemző, hogy a számítástechnika világában vannak lányok? Hát azért azt kell mondjam, hogy itt inkább a fiúk vannak többségben, de a 10 közé bejutott egy lány is. Uh-huh. Hát akkor gratulálunk az elért eredményedhez, további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. A csiki pihenőkertben egész életre szóló élményt szereznek a fiatalok. Az őskori régésztáborban például Indiana Jones vezette az ásatást,
de a Természettudományi Múzeum paleontológusait is nagyon várták a gyerekek, hogy igazi őslénycsontokat vizsgálhassanak. A médiatáborban rádiós gyakorlatot szerezhettek a jövő riporterei. A harciasabb természetű fiúk pedig filmélményeik szuperhőseivel harcolhattak együtt. A Dini kalandjainak táborába érkeztetek, és most el fogjuk kezdeni az ásatási munkákat a kis régészekkel. Ugye őskori csontokat és kerámia edényeket fogunk majd itt most kiásni, és mindenki, amit megtalált, azt szépen meg fogjátok majd tisztítani, és haza is vihetitek emlékbe, jó? Úgyhogy most gyertek, és ide a kék szalaghoz kell mindenkinek körbe letelepedni. A tikasztó hőség ellenére az óriási kíváncsisággal és tetvágyjal felvértezett ifjú régésznövendékek örömmel fogtak hozzá az alkalmi régészeti lelőhely feltárásához. Ebben nem is akárki segített nekik, személyesen Indiana Jones vette kezelésébe a régész palántákat. Megérkezett hozzánk Indiana Jones, a professzor úr, aki a régészet nagy professzora, és ő fog nektek segíteni. Először is kaptok tőle szerszámokat az ásatáshoz, jó? Gyertek, srácok, vegyétek el a szerszámokat! Az ősrégészek ugye az őskorral foglalkoznak, Dini kalandja, illetve Dinosaurus Expedition az iskolásoknak szánt táborunk. A Természettudományi Múzeummal közösen készítjük ezt a tábort, néhány nap múlva fognak érkezni az igazi csontvázak is. Ugye paleontológusok fognak a gyerekeknek előadásokat tartani, és valóban elhozzák a múzeumra az eredeti őslény csontvázakat is, amiket tényleg meg fognak vizsgálni. Van most már egy felszerelt laboratóriumunk, tehát mikroszkóppal is fognak a gyerekek dolgozni, ezeket is a szakemberek fogják nekik megmutatni. Ezen kívül ásványokat gyűjtenek, hiszen az ősrégészeknek ismerjük el a korabeli kőzeteket is. Most éppen az egyik csapat a törökugraton kirándul, és a kicsik addig az óvodásoknak mutatjuk be a régészetnek az élményszerű oldalát, hogy valóban találnak leleteket, amiket majd ugye ők is meg fognak vizsgálni. A csontok összerakhatóak, vannak állat és emberi csontok is, és utána rajzok alapján megpróbálják ezeket rekonstruálni, és mindig szoktunk ugye olyan tárgyakat is elásni nekik, amit ők ki tudnak festeni, haza tudnak vinni, tehát örök élményük lesz erről a táborról. Emellett egy kicsit meg is ismerkedhettek a valódi régészek munkájával a gyerekek, és az izzasztó ásatás után boldogan díszítették ki a megtalált leleteket. Üdvözöljük Önöket ezen a csodálatos keddi napon! Szeretnénk felköszönteni Apollóni és Apolka nevű embereket névnapjuk alkalmából. Most következzék a menü. Ma reggel vajas kalács volt kakaóval. Ebédre karfiolleves és pulykarizottó lesz. Uzsonnára pedig gifli joghurttal. Vacsora pedig nem lesz más, mint ujjogombóc. Míg az ősrégészek a leletek után kutattak, az alatt a médiatáborosok már szállították a legfrissebb híreket. A médiatábor során a médiának a világával szeretnénk megismertetni őket, újságba írunk cikkeket, rádióműsort állítunk össze most éppen, és a tábor végére pedig egy filmet szeretnénk forgatni, egy rövidebbet. Még a tapasztalatok, mennyire vegyes a társaság, honnan érkeztek a gyerekek, és van olyan, aki tapasztalt, van olyan, aki teljesen kezdő? Mind a kettőből van, vannak kezdők is, meg tapasztaltabbak is. Most próbáltuk ki a főpróbáját az első rádióműsornak, és már nagyon szépen tudnak beszélni, artikulálnak, értelmesek, ők állítják össze a műsornak a részleteit, a különböző rovatokba ők keresnek cikkeket, vagy témákat, úgyhogy én büszke vagyok rájuk, szerintem nagyon jól fog menni. Ma a nappali órákban 36 fokra, valamint az estében 24 fokra számíthatunk. Szerdán jön a hideg front, és egy kis eső sem kizárt. Nappal változatlan 0,36, este pedig a tegnapihoz képest 1 fok lehűléssel 23 fok lesz. A szél mellett szórtan bármelyik égtáj felé fújhat, szerdán pedig keleti irányt vesz. Köszönöm a figyelmet! Nemes Beáta igazi meteorológusként szállította a friss időjárási információkat a táborozóknak, bár szerinte nagyon izgult, ez csöppet sem látszott a bejelentkezésén. A hírek nagyon sok munkával készülnek, és eléggé izgultam, de szerintem egész jól sikerült. Nagyon sok munkám volt vele, hogy elkészítsem ezt a kis szöveget, még ha nem is úgy tűnt. Megosztjátok a feladatot egymás között, hogy kinek milyen fajta híreket kell gyűjteni? Igen, hogy ki mihez ért úgy, meg a vicceket is, olyan ember mondta, ki ért hozzá, meg az időjárást, meg műsorvezetőknek is olyanokat állítottak be, akik úgy jók hozzá. Honnan szerzitek az információkat? Az internetről nagy részben, meg kint van az étlap, és az ebédhíreket onnan
szerezzük. Hogy tetszik maga a tábor? Nagyon. Örülök, hogy idejöttem, és már régóta el akartam jönni pont a médiatáborba. És nem nagyon sikerült, de most már igen, végre. A csini csajok ma tornázni, táncolni, úszni fognak, és persze röplabdázni. A dínó táborban fognak egy mesét nézni, valamint gyurmázni. A művészek pedig ma csendéletet festenek, és visszaadom a szót a műsorvezetőknek. Hauser Márton voltam, köszönöm. Hauser Mártonnak a helyi aktualitásokból kellett adásra összehozni egy friss anyagot. Ezt egészen ügyesen teljesítette. Itt mi most úgy készítettük, hogy felosztottuk a munkát, és mindenki különféle módon csinálja meg a maga részét, mint például interneten rákeresünk, vagy a táborban kikérdezzük meg, ilyesmiket szoktunk. Hogy tetszik, és neked általában mi a feladatod? Hát én most a híreket kaptam, amit úgy készítettem el, hogy körbe mentem a minden táborban, és megkérdeztem, mit fognak csinálni, és nekem tetszik ez a tábor, sok érdekeset látok és tanulok. A Marci által beharangozott csini csajok is készülődtek már a reggeli edzésre. Azért jöttem, mert a barátnőm elhívott, és igazából ez egy ilyen fitness tábor, és fitnessezni. De egyébként szoktál sportolni? Vagy igen. És mit csinálsz, amikor sportolsz? Hát táncoltam, jelenleg most nem, de majd rapizni szeretnék. És a fitness meg a tánc, az hogy jön össze? Hát sehogy, de most így eljöttem már kipróbálni. Jól vettem ki, te voltál gazd csábító, aki a barátnődet ide hívtad. Miért hívtad a táborba, és hát miért jó egy ilyen fitness tábor? Hát azért hívtam, mert nagyon szeretem, amikor együtt megyünk valahová, és hát azért jó szerintem egy ilyen fitness tábor, mert erősítünk, és hát új embereket lehet megismerni, és ez számomra nagyon fontos. Az életedben mennyire fontos és központi helyen álló a sport? Hát 3 évig vívtam, mostanában fejeztem be, hát eléggé fontos volt, fontosabb, mint például a többi hobbim. Van aerobikus óránk, egy aerobikus foglalkozásaink, vannak ilyen zumbás táncos óráink, aztán majd pénteken lesz a szülőknek ilyen bemutató, és arra készülünk ilyen táncos koreográfiával. Mire alkalmas egy ilyen hét, mert látom, hogy elég vegyes azért a csapat. Igen. Elsősorban ide azok, akik a mozgást nagyon szeretik, és szeretnénk, hogyha minél többféle mozgásformát is megismernének, nem csak a saját sportágukban, mert itt általában az elég sok gyerek sportol valamit. Sokan aerobikoznak, táncolnak, ugye az a leggyakoribb, aki karatézik, és így szeretnénk, hogyha minél több fajta sportot megismernének. A szuperhősök sem tétlenkedtek, náluk szinte folyamatos volt a jó és a rossz küzdelme. Mindenféle szuperhőssel találkozhatnak, és persze a gonosztevőket is el kell kapni. Sajnos nem nagy sikerrel tudjuk a terveinket végrehajtani itt gonosztevőként, hiszen itt van Superman, Batman, és még sokan mások, akik még később fognak felkeresni minket. Persze, akik a békésebb és nyugodtabb alkotó munkára vágytak, azoknak sem kellett csalódnia. Őket a művészeti tábor várta, ahol Mester Rudolf irányításával rendkívül hasznos és érdekes technikákkal ismerkedhettek meg a hét során. Próbálunk egy olyan technikát bemutatni nekik, amit a régi festők is már nagyon régóta, több száz éve használnak. Meg a mai korban is, ha én is valamit le akarnék így igazán másolni, vagy egy akkor egy ilyen hálózatot használunk. A lényeg az, hogy ez a háló és az orrunk hegye nem mozduljon el egymáshoz képest, hanem csak azt mindig ugyanoda menjen vissza a feje. És amit mögötte látok, ebbe egy-egy ilyen kis négyzetbe lévő részt rajzolok le, és akkor az egésznek az aránya is, meg a széleken bele is helyeződik a rajzlapomnak a közepébe. A csendélet készítése mellett a jobb agyféltek is rajzolással és portrékészítéssel is megismerkedhettek a gyerekek az egyhetes táborozás során. Ingyen dinnye! Holnap, vagyis szombaton a lakótelepi gazdapiacon sárga és görög dinnye kóstolást tartanak reggel 8 órától. Az akció a Zsámbéki medence és térsége gazdakör dinnye népszerűsítő kampányának első állomása. A második majd Zsámbékon lesz a jövő héten kedden.
A görög dinnye mellett görögök is lesznek a piacon, a Nemzetiségi Önkormányzat Elinismos táncsoportjának tagjai görög népi öltözetben osztják majd a dinnyét, tehát szombaton reggel 8 órától a lakótelepi gazdapiacon. Egyébként sokan kóstolhatnak majd, mert több száz kiló dinnyével készülnek. Nálunk most Bétód László műsora következik. Az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó mai vendége egy rockzenész hölgy lesz, Rock Milady. Maradjanak velünk, én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!